koncert jó volt, nagyon fárasztó. Ja igen, azért vagyok fáradt, mert nagyon nedves a levegő, meg párás, meg nagyon sokat utaztunk. És most el kell döntenünk, hogy maradunk az öcsérek a szállába, vagy hazamegyünk. És ez annyira lefáraszt, hogy nem tudok mit csinálni. Első kapun bejöttünk, és mondták, hogy átnézik a kocsit, mondták, be lehet jönni, és akkor mondjuk, hogy hát, hogy ezt mond, még mi is értettük a szerbül, ezt mondták, és akkor mondta a magyar szervező, hogy nem lehet, mert van 8 állomás ezen túl, ahol viszont egyszerűen megint 8-szor szétpakolnak. Ezt nem értem. A helyszín az tök jó, az egy vár, én szeretem ezeket a régi dolgokat, ilyen Jódon kastély. Itt van egy csomó zenekar, elég ilyen félénkek. Én meg most fáradt vagyok az, hogy nagyon szociális helyet, nem nagyon kontaktálunk velük, ők így felmennek, lemennek, bemennek az öltözőbe, aztán elmennek. A zenészek azok nem egy multiba dolgoznak 8 órán keresztül, tehát azt hinni az ember, hogy ilyen lazább, kedvesebb emberek. És valahogy ez így is van, de itt ezt nem tapasztalom. Próbálom megőrizni a szűziességemet, amennyire lehet zeneileg, gondoltam. Nem vagyok koncentrálás, mert csak azért sem, mert hogy tömegfóbiám van, tehát így elég nehéz egy fesztivált élvezni. Én egyáltalán nem szoktam fesztiválozni. De az embereket szeretem, így ez tök jó. De hogyha onnan kimegyünk, már nem jó. Én nem ismertem, hogy gyakorlatilag a zenekaroknak a 99%-a. Nekem az baj, nekem fogalmam nincs semmiről a zenében. Én a Titusnak a zenét hallgatom, amit néha itt találkozom tök véletlenül, de nem vagyok. Én a Prince-t nagyon szeretem, az ő dalait egy csomót hallgatom. Voltunk Szerbiában most nemrég, egy hónapja, azt hiszem, hogy egy hónapja, de ez lehet 2 hónapja is. Aztán voltunk Angliában, Birminghamben, meg Londonban, 2 bulin, és most hát én megyek intézni a külföldi dolgainkat. Én kimegyek most Londonban, 2 hétre találkozom egy menedzserrel, azt nem látjuk, mi lesz. Hát ezek olyan dolgok, hogy tudod, megyünk Amerikába. Én nem akarok kitelepülni, mert hogy nem kell. Tehát, hogy elég, hogyha csak... Én úgy képzelem azt az egészet, hogy itt lesz a székhelyem, nem Szerbiában, hanem Magyarországon, és akkor ide-oda repülgetünk, meg turdézgatunk, meg bár utálok repülni, hogy inkább kocsikázunk. Antifelhasználó barát, fasság, ami azért a Balatonszámon ugyanez van, és megőrülök tőle. Nem elég, hogy az UV-be sugárzás nagyon erős, de még ott is kell állni a kártyával, rátölteni, aztán ez nem, egy fesztiválnak arról kéne szólnia, hogy meg egyébként is a vendéglátásra, hogy minden igényét kielégíteni a fogyasztónak.